Most tisztelettel köszöntelek. Hát ez most egy rendhagyó videó lesz, mert hogy a nemrégiben megjelent F1 2019-es játéka kapcsolatban szeretnélek kicsikét felvilágosítani, mármint ami a karrierjét illeti a játéknak. Tegnapi nap történt egy teszt, amiben gyönyörű szépen kirajzolódott az, hogy mi, amit majdhogy nem másfél szezont letoltunk ebbe az új játékban, ott gyönyörűen hát átverve voltunk, tehát sokkal-sokkal nehezebb volt a karrierünk, mint hogyha, tehát ugye F2, menjünk az elejére, bocsánat. Konkrétan az új játékban F2-es versenyzőkkel indultunk meg, tehát ugye kiválasztottuk a kis akadémiát, ahova szeretnénk menni, kiválasztottuk azt, hogy melyik csapattal szeretnénk menni az F2-ben, és a többi, és a többi, tehát ez egy nagyon jó újítása volt az idei játéknak, hogy story mód, hú de jó, igen, igen, így van, meg majd még jobb lesz a jövőben, megyünk tovább, és miután teljesítettük ott a, úgymond a küldetéseket, azt követően beülhettünk a kis csapatunkhoz, ugye a házt választottuk, és hát már az első nagyjakon érződött borzasztóan, hogy ott az autóval valami nem stimmel. Főleg miután elmentünk egyet multizni, akkor látszott, hogy azért érződött, hogy azért itt a multis autó a karrieres autóhoz képest, hát a fasorba sincs. Tehát konkrétan, hát szó szerint, mint hogyha az F1-es ház egy F2-es autó lenne, olyan volt az autót így picike túlzással. Na de nem adtuk föl, hát biztos szar az autó, hát ezt így gondolták, majd jön az erősorrend frissítés, és a többi, és a többi. Hát nem jött, majd jönni fog nyilván. És hát érdekes módon nem fejlődött az autó, pontosabban fejlődött, de mégis olyan érzés keltett folyamatosan nagydíra, hogy hát itt bizony azért súlyos gondok vannak, és akármennyire javul az autó kezelhetősége, egyszerűen nem tudsz előrébb jutni, nem tudod megközelíteni a csapattársat, tehát jó esetben időmérő edzéseken egy másodpercet kaptam minden létező csapattársamtól, voltam a háznál, onnan kirúgtak, mentünk a Williamsbe, kirúgtak, hát nem rúgtak ki, de muszáj volt onnan eljönni, mert egy katasztrofális szerződést kaptam. És ugye célkitűzések, jaj, hát a célkitűzések azok nagyon fontosak, amiatt nem tudtam csinálni a szabad edzések programokat biztos. Hát nem amiatt, hanem csak szimplán az F2-es srácokkal, hogyha, illetve srácokat, hogyha bevonod a bulitba, a karrieredbe, akkor meggajdod egy kicsikét így a játék, vagy hogy is mondjam. Maradjunk annyiba, skacok, inkább, hogy ha az F2-es srácokat bevonod a karrieredbe, akkor nehezebb lesz a játék. Ha nem vonod be őket, akkor lesz normális a karriered. Véleményem szerint, ha lehet így fogalmazni. De azt leszögezném sürgősen, hogy ez most nem egy ilyen lejárató marhaság, hanem egy figyelemfelhívó, figyelemfelkeltő videó lenne erre a problémára, mert nagyon sokan karriereztek. Én is nagyon szeretem a karriert. Elég sok, több száz órán már van a játékban. 110-es ain próbálok helytállni. Hát eddig nem nagyon jött össze az idei játékban, ugye nyilván jöttek a nagy szakértők, hála jó égnek. És hát a nagy szakértőknek annyira jó ötleteket, annyira szépen, okosan, ügyesen megszakértették a dolgokat. Ugye, hogy miket javasoltak, hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Kapcsoljon be a váltót, automata váltóval menjek, kapcsoljon be a fékrás segítés, kapcsoljon be az ABS-t, kapcsoljon be a kipörgésgátlót, vegyem le az AI-t, hát a legszebb, a legcsodálatosabb. Főleg, hogy azt is figyelembe vesszük, hogy hát lassan szerintem már a 2000 órát is átléptük, hogyha az elmúlt F1-es játékokat így összeadjuk. És én úgy gondolom, hogy ezeket az órákat én nem úgy produkáltam, nem úgy próbáltam teljesíteni, nem úgy szerettem volna élőadásokat készíteni ezekből a játékokból, hogy tinglitangizunk. Nyilván voltak olyan pillanatok, amikor kicsikét, hogy ezzel a hajam volt, de javarészt mindig az volt az elsődleges szempont, hogy fejlődjünk. Én bármivel játszottam, mindig is az volt a cél, hogy fejlődjünk, ne az, hogy gyerekedjünk meg egy szinten, hanem mindig az, hogy folyamatosan fejlődjünk, mindig legyenek új kihívások. Hát az idei játékban volt kihívás, így az F2-es csoda gyerekekkel.
Butlerral és Weberrel. A linkek leírásban lent lesznek a tegnapi élő adásról, ahol leteszteltük ezt. Vágatlanul, természetesen, hát nyilván ugye élő adás volt, nyugodtan nézd meg. Lejátszási lista is lent lesz, ami, mert ugye megtalálod az elmúlt 18 epizódot, vagy hát 18 és fél, hogyha teszed is ide bele, mondjuk. Egyébként a teszten gyönyörűen látszódott az, hogyha F2-es versenyzők nélkül kezdesz karriert, és összehasonlítottuk ahhoz, hogy nem vontad be az F2-es srácokat, akkor a szabadezéses programokat is ugyanolyan szerződéssel, szinte ugyanolyan szerződéssel sokkal könnyebb volt megcsinálni, hogyha az F2-es versenyzők nem voltak ott a karrieredben. Úgyhogy ez igazából már alapvetően egy marha érdekes dolog. Arról nem beszél, hogy miután a Haas-szal is kezdtünk egy karriert, F2 nélkül, 7-8 tizedet tudtunk javítani, amit még az F2-es csoda gyerekek társaságában tudtunk autózni, úgyhogy azt túl tudtuk szárnyalni. Érdekes dolog, és halkan megjegyzem, hogy még abban a körben biztosan volt, azért túl sokat nem mentünk azzal a Haas-szal, és hát egyébként kívülről is visszajelzések alapján látszódik a változás, hogy másképp lehet irányítani az autót, másképp más íveket lehet autózni az adott pályán, és hát véleményem szerint így ennyi. Tehát ezek olyan dolgok, hogy próbáld ki, én ezt leteszteltem, nyilván majd a következő élő adásokban, ahol egyébként most a következő adásban új karriert fogunk kezdeni, és azért is lesz jó talán ez a videó, hogyha valaki esetleg megkérdezi, mert nagyon sokan szokták kérdezni, hogy ez új karrier, mi történik, hogy történt, mert hogy csapatról csapatra mentünk szinte, tehát bolondját járatta velünk úgymond a játék, mert lehetetlenség volt teljesíteni azt, amit kért tőlünk. Úgyhogy ennyit erről, remélhetőleg ezt a problémát majd javítják, de hogy őszinte legyek, így, hogy jelenleg a story módja a játéknak, a karriernek itt tart, engem nagyon nem igazán hat meg. Én tényleg nagyon szeretem az ilyen Sims-es dolgokat, de majd a következő játékban, vagy az azt követő játékban ez a story mód jobban kiteljesedik. Én nagyon bízom benne, sőt az egész, én ebben biztos is vagyok, hogy ez jobban ki fog teljesedni, mert ez egy nagyon jó potenciált biztosít a játéknak, tehát azért így ezzel még több embert esetleg meg lehet majd fogni, köztük engem is, még durvábban. Úgyhogy ennyi. Kacok, kipróbáltuk legalább az F2-t, nézzük a jó oldalát, úgyhogy most megyünk F2 nélkül, ahol végre valahára van fék az autón például. És a tapad. Megy az egyenesbe, irtó jó. Van terpesztése a háznak rendesen, hogy lehet érezni, hogy egy F1-es autóban ülsz, tehát érzetre is sokkal-sokkal durvább. De hát srácok, próbáltok ki ti is, kövessétek az élőadásokat, ami hát mai nap maraton lesz konkrétan, és az azt követő napokban is valószínű, hogy elég sok F1 lesz. Úgyhogy ennyit szerettem volna, srácok, remélem senkit nem bántottam meg ezzel a figyelemfelhívó videóval. Ha tetszett, ha örülsz ennek a problémának, hogy konkrétan fölhívtam erre a figyelmet, vagy éppenséggel már tudtál róla, vagy mit tudom én mi, csak most próbálok indokot találni arra, hogy felhozzam a like-on megnyomását, de én nem is aggozzám túl. Ha úgy gondolod, csapj egy bazi nagy like-ot a videóra, és hát hamarosan találkozni fogunk. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy végignézted ezt a videót, minden jót kívánok a továbbiakra, találkozunk hamarosan. Szevasz, halihó!